38. február én születtem. Itt Árdéfilében, ebben a házban vagyunk, ebben a kicsi házban. Én 12 leszten, és akkor megkezdtem a szivarot, és én a mai napig hívtam, még most is megvan véve 10 pak, még most is el kéne szívja. És még többet. Volt egy időszak, hogy nem volt tármé. És akkor nem volt kenyér. Elmentem Brassóba 14-es tárdit, elhagytam ma. Elmentem Brassóba karácsony Nagyhetén, és hoztam egy zsák kenyerát. Egész tavaszig azt a zsák kenyeret ettük. Anyám vizázta meg egy kenyerát, bejött a lárba. Egy hétig egy kenyérrel megérzik, mert nem lehet álpocsékolni. Újszkált főzőcs, pityókált főzőcs, minden, de kenyér nem volt. Mindenki Brassóból honné hordó. Brassót eszek el egy olyan egy zsák kenyérémet, egy hátsó egyet adtok. Mi nem válogattunk, a puliszkát megfőzték, tájvölt melléje örökké, mikor egy kicsit olyas, mikor cibre, mikor egy akkoracska kolbász, de nem üzéltünk, hogy nem kell volna, meg nem ettem masik állopta. A falatnál volt nekünk semmi ajándék, semmi, nem az, hogy abban jön, semmi. Arra, amikor jött a Mikulás, kaptunk 3 diót, egy almát, és nem tudom, ha magyarult, és egy virgácsot a cipében, ebből a miénk, és úgyis kacagtunk, és gyármikük voltunk, mentünk. Ha egy kilászerület meghozott ezt apám, ahol is boldogabb voltunk. Mi szerettük egymást, játszottunk, kacagtunk, sokkal boldogabb gyermekek voltunk, mint a mostaniak. Bújjálkozta internet, tablet, vagy mirrorsú, mit tudom miköt. Most nem foglalkozok, az utcán sincs senki sehol. Sem gyermek, sem ember. Pályán, májál is volt, tudjátok? Májál is volt, mesélybeli. És jöttünk haza, és én azt hittem, hogy a másikot, a barátnémet kíséri haza, és aztán engemet kísért haza. Én nem is hallottam, hogy ő lesz a férjem. De így sikerült, én már állt itt. Amikor azt mondtam, hogy Ilonka, most innen menjél, meg olyan mérges vagyok, hogy végán van. Meghallgott a sájtonnit. Aztán akkor már baj nálunk, haragot nem tartottunk sohasem. De most az 57. esztendőt mindjárt értsük be. Na, úgy hosszú az is, mert olyan élet nincsen, hogy ott baj ne legyen. Csak ha egymásnak aztán engedne a végén, akkor hamar meggyógyul az olyasmi. De másképp nem. Ideges természetű, hogy az a valós, én kellett örökké engedjek, ha igazán volt is. Vagy ha nem, neki, vagy én ugye sem kellett engedjek, ha igazán volt, de két éliskor nem fél egy hibájba. És volt úgy, hogy veszeköttünk, és bementem, és a Bibliát elévettem, én nagyon hiszek a Istenbe. És arra nyitottam ki, képzétek el, hogy azt mondja, testvéreim, fogadjátok el úgy egymást, ahogy vagytok. Na, meg volt múlva, ugye? Minden, mindenre van feladat, válasz. Van esett, össze vitatkozunk. Megesülünk, hát ilyen az életnek. Én az augusztusban, ugye jó idő volt a keresem, 23 méter fa este vágtam, behortam, úgy áraktam, mint a könyves, hogy a falat áraktam. Minden tőke egyforma zenén. A lelkem most is megvan, de a testem lemaradt. Az már nem éri utól. Megvénültem, santa lettem, volt vagy 5 műtétem, de ja, Isten még annyira megsegített, hogy megyek, s jó vagyok. Hát ennek a hosszú életnek az a titka, hogy a csendesség, ne idegeskedjék az ember. Dolgozzék, nyugton legyen. Aztán